Mérési eredmények támasztják alá, hogy nincs emberi szervezetre veszélyes fegyszer a 9. kerületi Telepi utca 34 szám alatt. Majdnem 40 éven keresztül működött ennek a társasháznak a pincéjében galvánüzem, egészen 2008-ig. A 2010 előtti városvezetés kezdeményezett végrehajtást az akkori tulajdonosokkal szemben, így került vissza a helyiség az önkormányzathoz. Tavaly ősszel a gázrendszer felújításánál szembesültek azzal, hogy maradt vegyi hulladék a pincében. Ferencváros önkormányzata szállította el az itt maradt vegyszereket és az arra alkalmas tárolóeszközöket is. Bár a Telepi utca lakóitól nem érkezett bejelentés hivatalos szervekhez az üggyel kapcsolatban, Ferencváros önkormányzata mégis kezdeményezte a vizsgálatok elvégzését. A kormányhivatal megrendelte a vizsgálatot a katasztrófavédelemnél, akik elvégezték a gázkromatográfiás vizsgálatot, és ez az eredmény megérkezett a mai nap folyamán, és ez szerint a vizsgálati eredmény szerint semmilyen egészségre ártalmas anyag nem található a Telepi utca 34 pincéjében. Úgyhogy hát ezúton is üzenem Baranyi Krisztina képviselőasszonynak, hogy fejezze be a hangulatkeltést. A hivatalos vizsgálati eredmények alapján tehát nincs oka a Telepi utca lakóinak az aggodalomra, hiszen nincs mérgező vegyszer az épületben és környezetében.